Következő vlogot kezdjük most azzal, hogy megnéztem végre a Star Wars-t. Persze nem egyedül, hanem Dávid is itt volt velem. És látjátok, a Veszten van egy 4D mozé, már nem tudom, hogy hány éve járok 4D filmeket nézni, mikor itt vagyok. Én nagyon szeretem, mert kicsit más feelingben ülni, mert nem csak a hanggal, meg a képpel tudnak így lenyűgözni a filmen, hanem azzal is, hogy néha ilyen löbölözést is hallasz, jobbra balra mozgatnak kicsit hátulról, kicsit a hátunknak csapnak egy kicsit, amikor valaki leesik a földre, meg ilyenek, meg persze fények, meg szagokkal is egy kicsit játszanak, meg néha víz is lespiccolnak. Mondjuk ebben az esetben nem, hát vagy 3-4-szer megtörtént a Star Wars-ban, de nem volt annyira gusztustalan, mint egy pár másik filmen, ahol például valaki ráthapcizik, és akkor azt hiszed, hogy tényleg ráthapcizott. Volt már olyan film, nekem nagyon viccesek voltak, és hát különben a Star Wars-ban persze nem mesélek túl sokat, szerintem nem volt rossz kicsit, viccesebb lett, mint az előző filmek, ilyen mondanám, hogy Marvel irányába, és már majdnem egy kicsit, ami talán egy kicsit túlzás is, de persze nagyon élvezhető film volt, de mint mindig, persze ez se lesz az utolsó Star Wars film, vagy Csillagok háború filmje, de lássuk, hogy a héten még mi történik, most majd visszamegyek Münchenbe, és sok-sok tesztet fog majd még forgatni, úgyhogy technikai dolgokról lesz inkább most már szó a következő napokban, és a hétvégén egy live-t is várhattok, úgyhogy ott beszámolok majd arról, hogy mi lesz a jövő évben, meg persze boldog karácsonyt is kívánok ma nektek. Tehát itt a karácsony hamarosan, és Münchenben is vannak persze karácsonyi vásárok, viszont a vonattal tegnap is itt, ahol az Oktoberfest szokott lenni, most jöttem ki ugyanabban a metróban, ahol szoktam, itt van egy óriás nagy mindig vásár, nyáron is, meg télen is, a Tollwoodnak hívják, hogyha majd Münchenben jártok, ilyen november elejétől december végéig van, és van itt kis színház is, bazár, mindenféle itt készített dolgokat lehet venni, érdekes dolgokat, mennyire megmutatok egy pár felvételt, és különben persze lehet enni, inni, sörözni, meg vörösborozni, meg persze forradborozni is, bármit amit akartok csinálni, persze Müncheni árakon, majd mindjárt látjátok, de nézzük kicsit körbe. Tehát az első sátorban lehet egyszereket venni, amit ezt a kézmunkából vannak itt, vannak például ilyen csomagok, amit kéne dolgozni, és vagy akár tésztát használni, persze ilyen sárakat, akár sok minden más érdekességek. Vannak itt persze a Tollwoodban, amit mindent itt a lokális kis művészek, látók produkálják. Tehát kaját is ígértem nektek, úgyhogy mutatom azt is, hogy lehet itt akár csoki giroszt enni, mondjuk az a háttérben volt, ami igazából csak egymásra raknak csoki tömböket, azt mondjuk, hogy levágják, és akkor különböző színű a csoki, kármilyen tudtok venni, aztán vannak itt ilyen krumplisájék, amit lángos is tudok lenni valahol. Itt pizzákat lehet enni, de mindenféle érdekes bio dolgokkal is találjuk, itt az egészen végig lehet járkálni, és tényleg sok meg kipróbálni. Hát van mondjuk a mély templom is, és nagyon szépen kíván világít, tehát egy tényleg érdekes kis kulturális hely, ahol próbálják a helyi kis bizneszeket promotálni Münchenben. Most mivel említettem árakat, és fél méter kolbász lehet venni, de fenntudom, hogy van egy ház egy méter, és akkor az árak, hogy látjuk, hogy kb. 1500-2000 forint körül vannak itt is az árak. És a hátos lehet. És minden évben említettem, van itt lángos és persze ékezett még, kicsit kisebbek, és nem csak van még egyszerűen másfél esetet is árakat, de ugyanúgy kell tenni is, hogy egyszerűsen meg sajtosan is így sül egy tucatnyi, és itt is az árak 4 euró simán, aztán hogyha mindennek kérdés, akkor 7-es euró, ami már 2000 forint az árakat. Hát elég volt magasan a kajálás, hogy irány vissza haza, de az úton itt álltam egy főtös kalácsokat is. Persze itt sem 300, meg 800 forint egy főtös kalács, hanem 5 euró minimum, és nem sok kell ízni. Úgyhogy igazából mindent is elfoglalják a magyarok, mint hogy az egész felületben is ott vagyunk, és irány haza. Mi alakosan egy könyvekből is, hogy a könyvtárban most visszahoztam egy pár könyvet az utazásaimból, meg a szülemutatók is utaztak pár helyre, és Málta, Róma, még ilyen helyeket itt úgy lehetnek visszadni, akár este 10-11 körül is, sőt, vagy látjuk évfélig is, hogy itt egy gép beolvassa már több mint 10 éve, elolvassa itt a kódot, ami a hátulján van a könyveknek, látjátok, és NFC-vel fel is ismeri, persze, azt, hogy milyen követ adunk vissza, és amikor járt volna le, és hogy kellene még ezt a fizetni, akkor ki is köp egy kis cetlit, és ja, elég modern rendszer van itt Münchenben. Hogy ne csak a külvárosi ilyen karácsonyi piacokat lássátok, persze bejöttem Münchenben a belvárosába, és ahol Bajorország legmagasabb fáját mindig kiállítják, az igazi fa, tehát ami világít a városházával persze. Mondja, aki nem tudja, itt ami most már egy játékmúzeum, az itt a régi városháza volt, ez a fehér, és még persze nagyon-nagyon sok van itt a karácsonyi piacon is, amit amúgy 24-én bezárnak, és onnantól kezdve már nincs. Magyarországon még új évkor is lehet
Vörösborozni meg ilyet csinálni itt tényleg 24-én itt minden bezárnak és leépítenek, ami eléggé fura. Balázs mindent videózik. Igen, a forralt bor. Hátfélben igazi tüzünk is van, és itt nem sztiropor pohárban adják, hanem mindegyik ilyen karácsonyi vásár, teljesen más pohara van, ami persze teljesen praktikus lehet. Mert így lehet gyűjteni a különböző ilyen karácsonyi vásárokon van. Pohárban. Ami nektek tetszett a másik. Egész napi üldögélés és persze a vörösbor vagy a forradból este után, és néha egy kis fitness is bele kell férni, hogyha már mintjeme vagyok. A bátyámmal együtt szoktunk eljönni, hogyha ő is éppen kedve van, még ideje van, és most is egy órát fogok majd egy kicsit nem erőre, hanem igazából kitartásra szoktam ilyenkor csak kiizzadni magam, aztán utána irány haza és tovább videózni, mert karácsonyra még sok tennivaló van. 10-15 percben járni, akkor írjátok le a kommentekben, hogy mit szoktok csinálni, és milyen okos eszköz használtok. Én most pulszmérő nélkül csinálom, már próbáltam egyszer-kétszer, de ami biztos kell mindig az Bluetooth felható, és sorozatot nézek amúgy, milyen a mobilomon, vagy az üzesülőben, mert akkor van magam elé a tudtam, amikor például ilyenkor mindig fél órát itt evezek. Hát, és hasonlót szoktam még csinálni, hogy érdekezitek, mert lábra nem szoktam, mert eléggé biciklizekben járkálok a világban. Úgyhogy a vízlabdázástól van elég kondícióm. És már ez is az utolsó része itt a vlognak, ahol, ahogy látjátok, éppen egy live videót forgatok. Ezt, hogyha tegnap néztétek, akkor tudjátok, hogy mi ez, akár magatokat most éppen láthatjátok a kommentekben. És itt látjátok, hogy behind the scenes nem raktam rendbe egészen az asztalomon, még itt van egy csomó lom, de egy csomó mobil is, amit mutogattam éppen az előbb is, aki itt a V30 alá tekint, meg a fidget spinnerem alá, az láthatja azt is, hogy a Nintendo-tól kaptam csomagoló papírt, egy 2018-as kalendárt, és még ornamenteket is, tehát ilyen kis műanyag golyókat, amit rá tudok rakni a fára, hogyha holnap már meg lesz a fa. Úgyhogy köszönöm, néztek ebben a vlogban, és jövő héten majd láthatjátok, hogy hogy nézett ki a karácsonyfám, meg készülünk a szilveszterre, és én készülök arra, még Magyarországra utazom, meg persze csomagolok Las Vegasra, meg, úgyhogy lehettek kíváncsiak, köszönöm, néztek, és legközelebbig.